A Masterplus NRT szigetelőanyag gyártással és forgalmazással foglalkozik, 1997-ben alapították, 2011 óta pedig a budapesti értéktőzsdén forognak a részvényei. Ezekről is fogunk ma beszélni a társaság elnökével, Tibor Dáviddal, illetve a társaság alelnökével, Ács Balázssal. Köszönöm, hogy eljöttek ide a budapesti értéktőzsdére. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük a meghívást. Kezdjük talán az általános megközelítéssel, a tőzsdei jelenlét az elmúlt évek tapasztalatai alapján milyen előnyöket hozott a társaság számára a fejlődésben? Csak pozitív tapasztalatunk van a tőzsdei jelenléttel kapcsolatban. Akár ha azt nézzük, hogy a partnereink sokkal jobban bíznak egy olyan cégbe, aki tőzsdén szerepel, és a tőzsde által egy sokkal nyitottabb, sokkal átláthatóbb keretrendszerben működik, de ugyanúgy az alapanyag beszállító partnereinknek is ez egy bizalmat és egy megnyugvást tud biztosítani. Még az idei évben kérelmezni fogjuk a prémium kategóriába történő átsorolását a vállalatnak. Ettől azt várjuk, hogy a lassan növekvő, de mondjuk egyre dinamikusabb forgalmi mutatók azok javulni fognak. A mi személyes stratégiánk az, hogy szeretnénk elérni egy növekvő közkészhányadot. Személyesen Balázs és az én tulajdonrészem együttesen 50%-ig csökkenhet, de nem, hogy mondjam, nincs rajtunk egy eladási nyomás, akkor szeretnénk értékesíteni, amikor már valóban olyan árfolyamot látunk, illetve olyan keresletet látunk, amit utána ki kell elégíteni. És reményeink szerint a 2018-as év lehet az, amikor egy folyamatosan emelkedő épülő tőzsdei forgalom a vállalat javuló eredményei mellett egy olyan értékeltségi szintet ér el a papír, amivel már lehet akkor akvizíciós felvásárlási célpontokat, vagy pedig egy újabb tranzakciót végig gondolni. Ugye alapítóként jelentős tulajdoni hányaddal rendelkeznek, ugye azt tudjuk, hogy az OTP alapkezelőnek is van némi tulajdoni része ebben, illetve hát ott a közkész hányad, amelyel ugye kereskedni lehet. Ez a fajta tulajdonosi megoszlás, ez az önök kontrolljogait nem csökkentette, illetve hogyan alakult át az ellenőrzés lehetősége? Tőzsdei vállalattá válásnak egy fontos, azt gondolom, motivációja volt és pozitívum az, hogy mi vezetőként a tulajdonosi kontrollt továbbra is gyakorolni tudtuk, és szinte teljes mértékben, mint fő tulajdonos, azokat az elképzeléseket, amelyeket magánvállalkozóként fontosnak tartottunk, ugyanúgy tőzsdei vállalatként is meg tudtuk őrizni. Az elejétől kezdve fontos volt számunkra, hogy egy többségében független személyekből álló igazgató tanács álljon föl, és ebben az igazgató tanácsban kaptuk mi meg az igazi kontrollt. Olyan szűrőn mentek át a döntéseink, a fontosabb témákat olyan közegből beszélhettük át, ami mindenképpen értékteremtő volt. Új vezérigazgató csatlakozott a társaságba egy tapasztalt szakember személyében, ugye Piri László. Miért hozták meg ezt a fontos döntést sok év után? Eljött az ideje annak, hogy külön válasszuk az operatív működés irányítását a kvázi stratégiai irányítástól és a tulajdonosi jogok gyakorlásától, és Piri Laci személyében egy rendkívül tapasztalt, ám de mégis azt gondolom, hogy a mi értékrendünkhöz, közegünkhöz és az elmúlt időszakban felépített Masterplus kultúrához kiválóan alkalmazkodni tudó gyakorlatias, nagy tudású szakemberrel bővültünk, úgyhogy ezt az új struktúrát, bár még az elején van, alig több mint fél éve működünk ebben a felállásban, én személy szerint már nagyon megszerettem. Ugye a társaság jelenleg a standard kategóriában van itt a budapesti értéktőzsdén. Régóta deklarálják, hogy céljuk a prémium kategória és az ebbe való feljebb lépés. Ez miért lenne fontos, illetve milyen további előnyöket hozna ez a tagság? Presztízsben is jó egy ilyen csoporthoz tartozni, illetve előttünk is egy nagyobb lehetőség nyílik akár a papírjaink likvidebb tételébe, illetve nyilván sok kis befektetőt is azért a prémium kategória és abba a kategóriába szereplő cégek nagyobb bizalommal töltenek el, és ez nekünk is úgy érezzük újabb előnyöket tud hozni a tőzsdei jelenlétünkben. Végezetül ugye az elmúlt fél éves jelentésben lehetett látni, hogy nagyon dinamikusan fejlődik a munkavállalói létszám, tehát közel 900 főt foglalkoztatnak már a különböző gyárakon, telephelyeken.
ez feltételezi, hogy egy idő után akár vonzó lehet egy olyan lehetőség a vállalat számára, hogy egyfajta munkavállalói részvényesi programot indítsanak. Ilyenben gondolkoznak esetleg? Igen, ez el is indult, úgyhogy az MRP szervezetet megalapítottuk, és azt gondolom ez is egy előnye például a tőzsdei létnek, hogy így létre tudtuk hozni, és az idei éves célprémiumok, bónuszok egy része az ezen keresztül kerülhet már kifizetésre. Úgyhogy azt gondolom, ez egy például kitűnő példa arra, hogy hogyan lehet egy adózási szempontból és motivációs szempontból is az, hogy mi tőzsdei részvénytársaság vagyunk, ezt jól felhasználni. Tibor Dávidnak és Ács Balázsnak köszönöm szépen, hogy eljöttek ide a tőzsdére és válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.